igazán nagy tisztelettel, szeretettel és barátsággal köszöntök mindenkit. Augusztus 23-a, vasárnap délután, nem mondom, nem szabad így mondani, és olyan jó, hogy nem így kell mondani, hogy az eső elől bejöttünk ide, hanem ide szántuk, ide terveztük az időt, és még hogyha égszakadás, földindulás lenne, akkor is itt lennénk. Mert augusztus 23-ára, erre a vasárnapra, egy szívünknek kedves és nagybetűs művész, kedves barátunk, testvérünk, Koppány Mária egy orgona koncertet ajándékoz nekünk. Amikor azt mondom, hogy csupa nagybetűs, ezt úgy értem, hogy Koppány Máriát valahogy mindenki ismeri. Nem csak ebben a városban, hanem nagyon sokfelé. Csak érdekességként hadd mondjam azt, hogy az elmúlt héten két helyen is voltam. Az egyházmegyénkben, a Nagykunsági Egyházmegyében. Az egyik hely az Tiszafüred volt, a másik pedig Kunmadaras. És mind a két helyen mondtam, hogy vasárnap lesz nálunk itt egy szép alkalom. Koppány Mária fog orgonán szép műveket játszani, és hívogatom őket, akkor mind a ketten azt mondták, ahol voltam, hogy Marika néni. Marika néni tanított engem. Marika néni tanította valakivet. Marika néni az orgonát, Marika néni tanította a kántorképzőn, a szolfést. Tehát valahogy mindig szembe jött velem, hogy ismerik Koppány Máriát. Nekem nagyon nagy áldás, hogy immár 18. éve ismerhetem őt, mint presbitert. Ismerhetem őt, mint hívő testvért. Éppen ezért nekem azt kell mondani, hogy most itt nem egy orgona hangversenyt fognak hallani, hanem megfelelve Péter első levelének a 4. részben megírt igemondásnak, a 10. vers, ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jósáfárai, hogy tulajdonképpen augusztus 23-án egy hívő lélek szolgálatát fogják hallani. Neki azt adta az Isten, hogy értse és szeresse a zenét. És ő ezzel szolgál az Istennek, és szolgál nekünk. Nagyon sok éve. Töretlen lelkesedéssel. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a mostani alkalom pecsétje annak, hogy ő hiszi az Istent, és szereti, amit csinál. Mert ez nem kötelesség, amit ő bevállalt, szív szerint való jó tétemény. Az is mutatja, hogy mennyire szívéből fakadó szolgálat ez a mostani, hogy ő ezért semmit nem kér, azon kívül, hogy hívogatott bennünket, és már ez önmagában szerintem neki, hogy ilyen szép számmal vagyunk. Marika néni majd egyszer nyilván oda ki fog állni, hogy lássuk. De ő nem fogja látni, hogy nem csak itt ülnek, hanem ott is bőséggel. Tehát már ez önmagában egy jussa, jutalma annak, amit ő fölvállalt értünk, hiszen sokat készült erre az alkalomra. De azt kéri, amennyiben lehet, akkor ezt a magunk módján úgy visszatükrözve, hogy jó szívvel mi is tegyünk valamit, mégpedig azt, hogy bár ingyenes volt ez a mostani alkalom meghirdetése szerint, és ingyenes is, de hogyha van rá módunk, akkor ennek a csodálatos templomnak a további fenntartására adományokkal járjunk közre. Azt mondtam, hogy mindenki ismeri. Azt mondtam, hogy nagybetűs a Koppány Mária név, de mégis engedjék meg, hogy röviden fölidézzem az ő szakmai életútját, a személyes élményeket pedig ki maga hozzá gondolja.
Kopály Mária karcagi élőhitű polgári családban született és nevelkedett Gabriella testvérével együtt. Több mint 50 éve orgonista kántora és 30 éve presbitere a karcagi református egyháznak, zongora, szolfézs és énektanár. Iskoláit Karcagon kezdte a Kálvin utca 9-es általános és zeneiskolában. Középiskolán Debrecenben a Kodály Zoltán zenei konzervatóriumban és zenegimnáziumban végezte. Érettségi után a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolán folytatta tanulmányait. Zongora, szolfés és énektanári szakon diplomázott 1969-ben. Visszatért szülővárosába, hogy idős beteg szüleinek támasza legyen. 45 éven át tanított a zeneiskolában, a későbbi Erkel Ferenc művészeti iskolában zongora, szolfés szakon és zongora tanszékvezetőként. Mindezek mellett orgonálni tanult Máté János budapesti Kálvin téri templom orgonista kántornál, majd Debrecenben Karaszon Dezső orgona művésznél, és a zeneművészeti főiskolán Hollai keresztély orgona művésznél. A kántor képesítő vizsgán 1979-ben tette le Debrecenben, ahová visszahívták a nyaranta működő országos egyházzenei tanfolyamokra hangszeres egyházzenét tanítani. Debrecenben 1980, 1993 között, utána a budapesti Károli Gáspár Hittudományi Egyetemen folytatta az egyházzenei tanítást pár szemeszteren át. A budapesti országos filharmóniától 1983-ban kapta meg a komoly zenei előadó művészi, illetve zongora művészi kinevezést. Több mint 50 éve a városi rendezvények, ünnepek, hangversenyek rendszeres műsoradója, szóló és kamara zenei művekkel, énekkarok zongora kíséretével Magyarországon több városban, valamint külföldön, Hollandiában, Németországban, Vajdaság, Erdély, Görögország és Olaszország. A karcagi református felnőtt énekkart megszervezte és 10 éven át vezette. A Karcagon működő kórusok zongora és orgona korrepetítora több évtizede. A 45 évi tanítás folyamán több mint 1000 növendékével szerettette meg a komoly zenét. Közülük többen zenei pályát választottak hivatásokul, 5-en zeneakadémiát végeztek, többen hangszeres és kórusvezető tanárok lettek. Tanítványai az orgonálásban, zongorázásban és kórusvezetésben nyomdokán haladnak. 1994-ben pedagógus és társadalmi tevékenységért Karcagváros kultúrájáért díjat kapta meg, 2013-ban a Jász-Nagykun Szolnok megyei közművelődési díjat kapta meg Szolnokon, és 2019-ben aranydiplomával jutalmazták a Debreceni Zeneművészeti Egyetemen. És egy ígét szeretnék idézni Marika néni kedves ígéjét. Mindeddig megsegített minket az Úr, és ő hozzáteszi, én pedig szívem teljes hálájával dicsőítem a Teremtő, megtartó Istenünket a zenélésemmel is. Kedves Marika néni, köszönjük, és még sokáig így legyen. Most pedig átadom a szót Székely Éva tanárnőnek. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem, ő az én Istenem, őt dicsőítem, Atyám Istene, őt magasztalom. Mózes második könyve, 15. rész, 2. vers. Szeretettel köszöntöm a kedves egybegyülteket. Különös tisztelettel nagy tiszteletű Koncz Tibor Espedes urat, nagy tiszteletű Koncné Lehocki Krisztina tiszteletes asszonyt, a presbitérium megjelent tagjait és minden kedves jelenlévőt, Koppány Mária előadó művész önálló orgona koncertjén. Kérem, hogy tetszésüket a hangverseny végén fejezzék ki. Elsőként Johann Sebastian Bach ámol fantáziájának
az adagiót ide le fog felcsendülni. Bach saját elmondása szerint nem lett volna képes megírni több mint 1000 remek művet, ha erejét nem a hitből meríti. Nincs műve, amely nemhogy sekélyes, hanem még csak középszerű is lenne. Minden műve zseniális, a zeneirodalom egy-egy gyöngyszeme. Johann Sebastian Bach fennmaradt 1127 művének kéziratában látható, hogy minden darab végére a zeneszerző odaírta, hogy SDG, vagyis Soli Deo Gloria, tehát egyedül isteni a dicsőség. Bach minden műve egyben a zeneszerző génius hitvallása is egyben. Bach weimari évei alatt udvari orgonista, kamaramuzsikus és koncertmester, ami 1708-tól mintegy 10 éven keresztül tartott, aminek 1717-ben lett hirtelen vége. Ebben az időszakban 27 évesen, 1712-ben írta meg Ámol adagiót. De vajon mi volt az a belső hang, mely megszólalt Bach lelkében 1717-ben? Miért érezte úgy, hogy a kényelmes weimari udvari élet levegője már-már folytogatja? A weimari herceg Bachot maga elé hivatja. Nem is kínálja meg hellyel, nem is ülteti le. Összehajtott papírlapot vesz fel az íróasztalról, magasra tartja, mint valami bűnjelet, és halkan, de indulattól fulladt hangon mondja. Mi ez, Bachmester? Mit jelentsen ez? Csend. Ő alázatosan, lehajtott fővel áll, és nem felel. A herceg felcsapottan. Feleljek, ha kérdezem! Hát hiszen, fenséges uram, tudja bizonyára, méltóztatott olvasni az elbocsátási kérelmem. Úgy, remeg a herceg. Aztán miért, ha értetlenül szabad, kérdi haragosan, gúnyosan. A fiatal Bachmester majd elsüllyedt zavarában, szégyenkezésében. Arnstadtba megyek, organistának. Az anyagiakkal nem volna megelégedve? Nem, nem hercegem, a világért sem, tiltakozik nagy hangon, nagy buzgósággal. Igazán meg vagyok elégedve a javadalmazásommal, és ástalban sem lesz valami nagy jövedelmem, sőt, nagyon is szerény. Hát, akkor nem értem önt, szól a herceg, és fel alá kezd járni. Bach erre csak annyit mond. Templomi organista akarok lenni. Az urat, a legfelsőbb urat, Istent akarom szolgálni muzsikám. Thank you.
következőkben felcsendülő mű Johann Sebastian Bach G-moll partitája. A mű címe Partita, mely az olasz partire, magyarul osztani szóból származik, mely nem más, mint egy variációs sorozat. A mű lényege, hogy a 342. református énekeskönyvi dicséretünk, a Jézus világ megváltója kezdetű énekünk a mű témája és annak a feldolgozása. Magát a dallamot egy német koráldallam adja, ugyanakkor a dallamát már az 1651-es első hangjegyes magyar katolikus énekeskönyvben is megtaláljuk. A partitában megmutatkozik a zeneszerző végtelen fantáziája és technikai zsenialitása. Bach zeneszerzői eszköztárát adba vetve a koráldallamot variációkban bontakoztatja ki, melyet most kérem, fogadjanak szeretettel. A 342. dicséretünk első verszakának a bemutatása után. Thank you.
Johann Sebastian Bach, C-moll preludium és fugája következik. Johann Sebastian Bach nem csak kiváló muzsikus, de kiváló családban is volt. Legidősebb fia, Friedman számára írta Bach a legtöbb preludiumot és fúgát. 1722-ben gyűjti először egy kötetbe Bach az addig elkészült preludiumait és fúgáit, a Das Wolterbelites Klavier első kötetébe, amely a Konzert Fuge, a fúga művészetet kötet mellett a műfaj csúcspontját képviseli. A zenész lángelme egy akkoriban merőben új technológiai újítással állt elő, a temperálással. Mind a 24 létező hangnemnek megvolt a maga egyedi karaktere, temperamentuma. Így például a most következő C-moll preludium és fugának a hangneme fenséges és patetikus. 3B előjegyzése pedig a Szent Háromságot jelképezte. Johann Sebastian Bach a teljes oktávot pontosan 12 így darabok minden hangnemben ugyanolyan kristálytisztán hangoztak, és feleslegessé vált a folyamatos áthangulása a hangszereknek a darabok előtt. Ötvös László uralkodik az Isten részlet. Mennyei édesatyám, hálát adok szivárvány bébi kegyelmedért, aki által megteremtetted és fenntartottad a mennyet és földet, amit ő érte rendeltél, aki felette van a mindenségnek, betölti és élteti azt, aki feje a világnak és az Anya Szent Egyháznak, akit azért rendeltél, hogy üdvösséged a föld végső határáig eljusson. Tartsd meg ott szeretteimmel, a magyar kereszténység tagjaival, ige hirdetőivel, magyar nemzetünk elkötelezett tagjaival és szellemi vezetőivel. Bűnbocsánatoddal ékles, vezess, és segíts meg munkálkodásainkban, imádkozásainkban, hogy szolgáljuk akaratodat, és magyar népet megmaradását, növekedését.
Továbbra is marad a Balatonban, viszont Németországból egy kicsit áthajózunk Angliába, mégpedig Londonba. Georg Friedrich Händel száz származási zeneszerző alkotó műhelyébe. 1738-at írunk, Händel 53 éves, és épp három felvonásos 40. operáján dolgozik, melynek a nagyperzsa ókori király Xerxész a főhőse. Az első felvonás első nagyívű áriája a Frondi tenére ebelle, az ember mindenkori óhaja, hogy belső békéjét megtalálja, és ez csendül fel Händel nagyívű Belcanto áriájában, és ez a témája a most felcsendülő Händel G-dur Largo című művének is. Szép házban, szellő úgy lengeti, oly jó, oly isteni a látvásban. Szállj békére, agy rezgő harmatot, hódító illatot, te hűvös ártó. Thank you.
Ezennel ugorjunk a barokk korból a 19. századi romantika korába. Mendelssohn német zeneszerző 6 orgonaszonátájából a D-moll orgonaszonáta első tétele csendül fel. A szonáta lényege, hogy a 483. dicséretünk variációi szólalnak meg benne. A dicséret szövege az Uni Imádság Biblia magyarázata, annak énekbeli feldolgozása. Kegyes atyák, bölcsességnek ura, és mindeneknek nagy bölcs tanítója, akiknek nem vagy te igazgatója, nincs oktatója. Adj jó tanító mestereket nékünk, adj bölcsességet általuk minékünk, hogy jó erkölcsel, értelemmel éljünk, mi jó Istenünk. Hogy jövendőre mi felnövekedvén, téged dicsérjünk mindenkor tisztelvén, felmagasztaljunk igaz hittel élvén, néked engedvén. Hogy szolgálhassunk te szent egyházadnak, és használhassunk fele barátunknak, de kivált képen atyánknak, anyánknak, édes hazánknak. Dicsőség néked, kegyes Atyaisten, és győzedelmes, áldott Fiúisten, te vigasztaló szent lélek Úristen, áldj meg itt. Thank you.
Thank you.
Koncertünk zárásaként kérem, hallgassák meg a latin Te Deumot, az egyház legrégibb, egyben legszebb magasztaló hálaadó imádságát. Az imádság alatt szabad zsoltár intonációkat hallhatnak. A verseket és a prózai részeket Szabó Éva Mária karcagi református gimnáziumi tanuló előadásában hallották, hallhatják. Krisztus, Isten egyszülöttje, királynőttem, mint örökké.
Köszönjük szépen Marika néni nevében is. Szerénysége, alázata, azt hiszem, hogy példaértékű. Én azt kérem, mégis tessék már ide fáradni arra a bizonyos keretre. És tessék ide középre állni. Kedves Marika, én nagyon szépen köszönjük a szolgálatot, ez valóban szolgálat volt. Ebben a templomban nagyon sok orvonak hallottunk, fogunk hallani, hiszen újra és újra megjelenik az igény, hogy ez a csodálatos hangszer, a orvonákat, hangszerek iránt, ami szabadalatot elhív a vélető szolgatása, bírják a csodálatos hangok átadásának. De Marika néni szolgálata második. Marika néni itthon van, és Marika néninek a szolgálatában benne volt az a szeretet, benne volt az az elhivatottság, tudod, és benne van az a sok éves megtapasztalt valóság, hogy Isten nélkül valóban nem megy, hogy ez átütött minden egyes talagon. Mindannyiunk nevében szeretnék megköszönni, de én tudom, hogy nem véletlenül voltak ezek kiválasztva ezek a bizonyos prózai részek, és ezért két latin eredetű kifejezés azt gondolom, hogy mindannyiunk nevében elmondhatok, hogy amit tetszett tenni, az tetelő volt, Isten dicséret, és minden, ami eredmény volt, azért pedig szólítom, glória, egyedül Isten dicsőség. Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek, kívánok tovább egy szép vasárnap délután, és hogyha lesz lehetőségünk arra, fogunk bíztatni Marika nénit, hogy legyen meg bennünket újra, és tudottak leszünk, és jönni fogunk, és tetszik látni, nagyon szép számmal itt vagyunk, mert mind a tisztelet és a szeretet jelent. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltak, áldás, végesség, Isten áldja meg önöket, és Marika nénivel szerintem lehet egy kézfogásira néhány szóval, szót váltani, úgyhogy megkérem Marika nénit, hogy jöjjünk ki velem, és a templom ajtóban fogadjuk az érkezőket, és tessék fogadni a jó kívánságokat és a gratulációt. Köszönöm azoknak, akik a televízió képernyőjén keresztül voltak ennek a szép mai alkalomnak. Viszont látásra is nem előbb Köszönöm szépen!
Igen, olyan jó, nem megyünk meg. Köszönjük szépen! 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 Köszönjük szép
Thank you.